your character. Üdvözlök mindenkit! Folytassuk a kalandot Knuckles történetével. Knuckles a hangyász, akinek életre szóló elkötelezettsége az, hogy Angel Island lebegő szigetén őrizze a mestersmaragdot. Éppen ebben a percben is ezen kötelezettségének próbál hódolni, amikor hirtelen... As far back as I can remember, I've been living here on this dark island. Always guarding the Master Emerald from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate. Destined to be here forever. Oh, ébren vagyok, ébren vagyok. What's going on here? Oh no! Something's happened to the Master Emerald! Huh? Who are you? Did you do this? Oh, I'll get you for this! Oh! Ah! Hey! No fair! Én a helyedben nem panaszkodnék. Képzel csak, mi lett volna, hogyha kapásból ezzel az együttéssel lerepülsz a szigetről. Wait! What's happening to you? Come back here! Gyere vissza! Még nem végeztem veled, még nem vertél össze eléggé. That was incredible. I've never seen anything like it. Oh no, it's starting to happen. Without the Master Emerald's power, this whole island will fall into the ocean. Ó, igen, azt elfelejtettem mondani, hogy a mestersmaragd ereje tartja a lebegő szigetet lebegve. Bár ez többé-kevésbé logikusnak hangzik, hogyha van egy sziget, aminek a közepén van egy óriási zöld, lebegő, misztikus kő. Még akkor is, ha ezt Knuckles annyira hihetetlennek tartja. A szellem cunami pedig elsöpörte Station Square-t. Vége? Nem, nincs vége. Ettől kezdve Knuckles-el az egész történeten átívelő feladatunká válik az, hogy megtaláljuk a Mester Smaragd szétszóródott darabjait. Eléggé látványos egy robbanás lehetett ez. Kilométerekre elrepültek a smaragd darabjai. Még egészen képtelen helyekre is kerültek darabok. Majd meglátjátok nem sokára. Oké, először a belvárosban kell darabok után kutatni, ami nem hallatszik akkora képtelenségnek. És ezzel Knucklesnek sikerült betörnie a polgármesteri hivatalba és átvennie az uralmat Station Square felett. Minden egyes pályán három smaragd darabot kell megtalálnunk. A smaragdok hollétét egy radar jelzi, mely minél közelebb vagyunk egy smaragd darabhoz, annál intenzívebben jelez. Fontos ugyanakkor azt is megjegyeznünk, hogy nem számít, hogy melyik smaragd darabhoz vagyunk közel, a radar így is jelez. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a Sonic Adventure 2-es Knuckles pályákon már csak egyszerre egy smaragd darab után kutathatunk. És tök mindegy, hogyha mondjuk megtaláljuk, az elsőt keressük például egy Knuckles-ös pályán, és közben elmegyünk a harmadik mellett, akkor azt nem fogja jelezni a radar, mert egyszerre csak egyet jelez a Sonic Adventure 2-ben. Szóval csak egyesével tudjuk megkeresni őket, és nem számít, hogyha többször is akár elmegyünk egy másik mellett, mert először egy korábbit kell megtalálnunk, és csak annak a hollétét jelzi a radar. Az itteni radaron azonban az összeset egyszerre követhetjük nyomon. Nem kell egyesével vadászni rájuk, úgyhogy ebből a szempontból nézve a Sonic Adventure Knuckles-ös pályái szórakoztatóbbak, és ebből a szemszögből nézve jobbak is, mint a Sonic Adventure 2 Knuckles-ös pályái. Ó, Rouge-ról teljesen megfeledkeztem. Talán azért, mert csak egy Knuckles klón. Nem baj, a Knuckles és rúzsos pályák. Rúzsos pályák. Rúzsozott Knuckles. Hagyjuk. Á, szóval ott van fent? Most már ki vagy szúrva, nincs menekvés. Már csak pillanatok kérdése. Found it. Knuckles hirtelen jött jókedvéből, pedig elkezdett instant levitálni.
Most pedig, hogy a belvárosból összeszedtük az elszóródott darabokat, hová máshova menjünk, mint egy fedett kaszinóba? Ráadásul csak pár utcányival arrébb. Ez azt jelenti, hogy a mestersmaragd darabjainak a fele Station Square területén szóródott szét. Mekkora mázlia van Knucklesnek? No trains are currently in service. Nem mintha el akartam volna menni, de azért köszönöm. Tudom, hogy csak nekem mondtad be, mert ebben a városban mindenki már süket és néma. Arra azért kíváncsi lennék, hogy ide az átlag emberek hogy mennek be. De az is lehet, hogy én vagyok alulinformált, mert végül is arra is van esély, hogy ezt a kaszinót csak Sonic és barátai látogatják. Meg Eggman, néha napján. Micsoda mákon van, kapásból itt van kettő a pálya elejében. Ha nem zavar be nagyon a kamera, akkor talán még sikerül is felszedni őket. Hát valahol itt kell lennie. Lehet, hogy lemaradtam valamiről, ezt a szobrot valahogy szét lehet robbantani? Még sohasem kellett szétrobbantanom, lehet, hogy ezért tűnik újdonságnak. Ne botránkozzon meg senki, de ha a szobrot kell szétrobbantani, akkor fogalmam sincs, hogy hol van a kapcsoló, vagy rakéta, vagy franc tudja mi. És nekem nagyon úgy tűnik, hogy a szoborban, vagy alatt van ez az emerald darab. Már tucatnyiszor végigvittem ezt a játékot, de még sohasem kaptam emerald darabot a szobor belsejébe. Hát, jó tudni, hogy hiába kerestem gombot. Most pedig, kedves kamera, engedelmeddel felvenném a második emerald darabot. Na, végre sikerült. Még azt az egyet? Found it. Gratulálok, Knuckles! Sikerült kifosztanod a kaszinót! És random hiperaktív nyúl. Nyomkövető mód aktiválva. Jaj ne, ezek a zsaruk! A halálos fényszóró technikát alkalmazzák. Where in the world am I? I don't remember being here before. But something about it is familiar. És ismét tiszteletünket tesszük a múltban, így pedig megismerhetjük a háttértörténet egy újabb darabkáját. Ennek a háttértörténetnek majd fokozatosan kell kibontakoznia, hiszen ha egyszerre jönne az egész át, akkor szépen elspoilerezné az egész játékot, meg hogy ki is káosz, na, de ezt majd később. A lényeg az, hogy minden történetben minden karakter egy-két percre bekerül a múltba, hogy mindig egy kicsivel több hozzáadódjon ez az ismert háttérsztorihoz. Azért használom az ismert szót, mert végül is ennek a háttértörténetnek maradt valami rögzített változata, hiszen ahogy azt a játék elején is hallottuk, meg úgy kb. Tails és Sonic történetének az elején is, Eggman olvasott valamiféle kőtáblákat, és végül is ő ezekből értesült arról, hogy káosz egyáltalán létezik. Mert Eggman közreműködése nélkül káosz sem szabadult volna ki. Szóval a lényeg az, hogy van valami rögzített formája ennek a háttérsztorinak, viszont minden még sincsen leírva, mert ha le lenne és mi tudnánk róla, akkor ez a rejtélyes fénygömb nem akarna mindig minket kétségbe esetten informálni valami dologról. Na de én meg szépen végigdumáltam ezt a bejátszást, annyiból állt az egész lényegében, hogy itt van ez a Tikal nevű figura, akinek az apja uralkodni akar a vidéken, vagy a bolygón, vagy a franc tudja, mekkora távlatokban gondolkodik. Ő tudja, hogy a káosz emeráldok óriási hatalommal bírnak, és ezt a hatalmat ő a saját céljainak akarja felhasználni. Ezt a hatalmas elemi erőt akarja felhasználni ahhoz, hogy uralkodhasson
más népeken. De persze Tikal, aki békeszerető és nem akar mindent erőszakos cselekedetekkel megoldani, vissza akarja tartani apját attól, hogy háborút kezdeményezzen a környező népekkel. Halljátok ezt? Történetnek hívják emberek. Mostani Sonic játékokban ilyet nem találtok. Knuckles, csak azért, mert valakinek a kezében van valami csillogó akármi, annak még nem feltétlenül kell mestersmaragd darabnak lennie. Szarkamút bekapcsolva. Eggman, give me back the Master Emerald. Knuckles. This isn't what you're after. You're right. That's okay, though. I can use you as a guinea pig to test it. Chaos! Chaos! Chaos? It's that creature again. The same one I saw on my island. He was there when the Master Emerald shattered. I'm sure of it. He saved me the trouble of looking for him. Now I'll get him good. Way to go, Chaos! Changing shape won't scare me. Fine, give it your best shot. Chaos 2. Szerencsére nem húzza úgy az időt, mint a 4-es változata, és rengeteg támadási felületet biztosít. Ne felejtjétek, Chaos 2 pajzsa fabatkát sem ér, attól még ugyanúgy meg lehet sebezni, mintha ott se lenne az a pajzs. Ugyanúgy kivárásra játszunk. A támadásainak a 95%-a abszolút veszélytelen, hogyha a játékos méltóztatik is megmozdulni, és amikor előveszi a pajzsot, csak neki kell menni és kész. Lássuk, hogy sikerül-e egy percen belül kinyírnom. Is that all you got? Yeah! Kihívás teljesítve 53,6 század másodperccel. Ide a sütimmel. Bah, so what have you won this time? You have yet to see the true powers of chaos. Yeah, yeah, that still doesn't faze me. You hear? I know something that might. It's about Sonic. What? What about Sonic? He's after the pieces of the Master Emerald too! What do you mean? You're not the only one on a wire who's chasing it. Why should I ruin your surprise? Elgondolkodtattak a szavai. Filozona köz beindult. Fusson ki, merre lát! A nyomozó zseni visszatért! I wonder what he meant by that. I'd better find Sonic. I wonder why Sonic is after the Master Emerald. I'd better work fast and get to the bottom of this. A nap kérdése. Eggman mióta számít szavahihető embernek? Csak kérdezem. Ettől függetlenül most az ásó, igen, az ásó képességünket fogjuk megszerezni. Itt van ebben az elhagyatott bányaféleségben, ami ugyanakkor egy Chao Gardennek is otthont ad. Értitek? Bányában Chao Garden. Logikus. Gondolom. Na. Ez a képesség a továbbiakban igen nagy szerepet fog betölteni, hiszen rengeteg hely van, potenciális hely, ahol le kell ásnunk a föld alá ahhoz, hogy megszerezzünk egy-egy emerald darabot. Egyelőre azonban csak ahhoz kell, hogy kiássunk innen egy majom megsemmisítő gombot.
Mert Eggman minden robotjának készít egy külön gombot, amivel bármikor megsemmisítheti. Igen, 300 a sikó, tudjátok? Én azonban, mint azt tudjátok, túl király vagyok ahhoz, hogy egy gombot csak úgy megnyomjak, úgyhogy a magam módján fogom használni. Mivel a pályabejáratot is őrzi egy ugyanilyen ketreces majom, ezért magammal kell vinnem ezt a gombot, hogy rajta is kipróbáljam egy kicsit. Három pontos dobás és irány a pálya. Bármiféle kétely nélkül kijelenthetem, hogy ez a kedvenc Knuckles pályám. Egyszerűen azért, mert a pályának a zenéje és az egész pálya hangulata szerintem Knucklesnek ehhez a rappesített karakteréhez illik a legjobban. És hogy miért rap? Hát valakinek támadt gondolom egy random ötlete a Sonic Teamnél, mert ettől a rappes dologtól aztán meg nem akartak elszakadni. Nyilván tudjátok, hogy miről beszélek. És igen, én is tudom, hogy ez a zene inkább a jazz felé hajlik, mint a rap felé, de én Knuckles karakteréről beszélek úgy általánosságban, amire ráaggatták a rappet. Tehát rap ide vagy oda, Knuckles karakteréhez szerintem ez a zene és ez a pálya így egészében tök jól illeszkedik. A rappes döntés okát meg sohasem fogom igazán megérteni, de a Sonic Team hozott már ennél sokkal rosszabb döntéseket is, úgyhogy tök oké. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy a számok rosszak, csak egyszerűen nem értem, hogy miért pont rap. Mert ha magukat a számokat vesszük, akkor kifejezetten jól sikerültek. Bár van egy-két ilyen kifejezetten nevetséges része az SA2-ben, ahol az ember csak mosolyog, hogy úristen, ez tényleg szöveg? De a DX-re ez nem jellemző. Itt úgyis csak jószerével csak Knucklesnek a saját főcím, saját karakter zenéje az, ami itt. Újabb epikus hosszúságú pályát sikerült Knuckles-szel teljesíteni, és mielőtt még sikerülne az egész Knuckles sztorit egyetlen egy epizódban végigvinni, ami azért még az én tempommal is elég valószínűtlen, itt most félbehagyjuk. Spyro Guy kijelentkezik, szevasztok!